Seventh leg, it's Alexei Tuflov first. Game on. Sok szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. Immáron a Hungarian Darts Weekend második versenye, a Hungarian Darts Masters. Férfi elődöntőit láthatjuk elsőként. Szeretettel köszöntöm kollégámat, Zigen a Medárdot, ugye újra együtt fogjuk kalauzolni a kedves nézőket itt a hétvégi események vasárnapi játéknapján lezajlott mérkőzéseink keresztül. Én is köszöntök mindenkit, és most egy orosz elődöntőt láthatunk. Ugye 3-3 után csatlakozunk be a mérkőzésbe, pontos 81. Alexei Kadocsnyikov és Kirill Fadejev csatája. 95-ös a dobás, igen. Kadocsnyikov most még egy pici hátrányba lehet, hogyha triplát talál Fadejev, de nem. Na, az utolsóval igen, sikerül. Ugye ez a verseny már egy ezüst besorolást kap a VDF versenyranglistájába, tehát egy silver kategóriájú versenyről van szó, ami azt jelenti, hogy magasabb pontot adnak a világranglistán és a régiós ranglistákon is. 166-ra maradt Kadocsnyikov, így nincs kiszállója. Igen. 56-os volt, 110 a maradék, 118-ra, 98, tripla 20 kellene, nincs meg 78, van tripla 18, az sincs meg 58, marad a 60. 110, fontos, kéne. 92-je van a 18-assal. A dupla se jön be. 72 marad. 60-ra. Dupla 20. Fadev. Még mindig a dupla 10 kell. Most meg is oldja. Megoldja. 4-3-ra vezet Kirill Fadev. De hallani is lehetett rendesen. Igen. Végre egy öröm. Igen, ez hangosra sikeredett ez a kiszálló öröm. És akkor egy picit átnéz, hogy hogyan is jutottak el ők idáig. Kirill Fadejev a 13. kiemeltje volt ennek a tornának egyébként. Azért ő elég jó listán, ranglistán jó pozícióban helyezkedik el. A legjobb 64 között találkozott Zsoldos Sándorral, 4-0-ra tudott nyerni, majd aztán a 32 között Rucska József egy győztele 4-3-ra Fadejev, majd aztán érkezett Székely Pál, egy 5-0-ás siker az orosztól, a legjobb 8 között pedig Kirill Fadejev Sebastian Steyert győzte le, az verseny 5. kiemeltje, a lengyelek kiválóságát, úgyhogy ez egy nagy eredmény, és úgy találta magát itt az elődöntőben, míg ugye ellenfele Alexei Kadocsnyikov a 9. kiemelési pozíciót kapta ezen a versenyen, és hát ennek megfelelően azért ő is szépen menetelt. Bocsánat, közben gyönyörű 140, ez 209-re jön le. Daniele Petrit verte ő is, tehát szintén az olasznak nem volt túl jó napja, 64 között, majd aztán érkezett Dél Ákos, ott 4-0-ás győzelem. Aztán Szalai Balázs ellen 5-3, és a legjobb 8 között Kadocsnyikov Nick Fulvelt, az első kiemeltet tudta búcsúztatni 5-4-es győzelemmel. És akkor megérkeztünk egy kiszálló közeli helyzetbe. Fadejev 160-ra, megvan az első tripla. A második alá megy, így nincs kiszálló, de 140-en lejön. Igen. 113, az is egy gyönyörű kiszálló lehet. 20-asra fog kezdeni, megvan, 9-3, tripla 19, nem jön. Tripla 14, a 74-re az benne van, marad a 32. Na most Fadejevnek nagyon fontos lenne, akkor két, meccsért. Igen, nagy előny tudna kicsikarni magának. Dupla 5. Ebből nem lesz, ott a szansz az egyenlítésre, vissza tud így brékelni Kadocsnyikov.
picit mellette. Dupla 8, rá kell állnia. Nem dobja be. El. Újra dupla 10. Fadejevnek a döntőért. Ó, az nagyon mellette van. 15. És nem találja el a kiszállót megint. Hát mennyi nyíl kell neki ahhoz, hogy tovább jusson. Dupla 8 Kadosnyikovnak, és ezt most már megoldja. 4-4. Hatalmas lehetőséget szalasztott el össze is. Hát még Kadosnyikov is mutatja neki, hogy barátom, ez a tied volt pedig. Ő kezdheti a döntőlegát. Ugye, ahogy hallottuk, kiesett a nyíl a kezéből. Ezt a vette és egy 60-as kezdés. Százas a válasz, azért ez sokkal jobb. Jól hallottam, még valaki a háttérben oroszul be is kiabált a 180-at. De nem az volt egyébként. Viszont ez egy gyönyörű 109 pontos kanyar Kadosnyikovtól. Viszont Fadejevnek is jön a tripla ám. És egy százas. Százas. Előnyösebb helyzetben most sokkal Fadejev. Jobban áll. De most eddig a pillanatig. Mondjuk az átcsúszik a tripla 5-be, 95-ös. 95. Ó, egy 28-as kör Fadejevtől, ez nagyon nagy hiba. Az jó a tripla, viszont Kadosnyikovnak. És nem vált, de levált. 101-es lett így a dobássorozat, 136 a maradék. Ebből így már nem lesz kiszállóra kerekítés, 60, 100, 213 a maradék, 136-ra. 6 nyila van a meccsért. Ezt kell megoldania. Nem várt. Nem is volt kiszálló kényszer, de így viszont... 128-8-ra kereki. Az igen. Ez szép volt. Hatalmasat fordult a helyzet. Most ezúttal Kadosnyikov kezében a továbbjutás lehetősége. És oda nézed, nem jönnek a trippe. Á, 20, 27 pont a dobás. Nem tud kiszállóra se lejönni. Dupla 4. Ezt kéne megdobnia itt, ezt a kis zöld csíkba bele kéne helyezni a nyilat ahhoz, hogy ő jusson a döntőbe. Még mindig a dupla 4. Nem dobja be! Még biztos mondjuk van 3 nyila rá, mert nincsen Fadejev kiszállón. Lenyúlt a James Harden becenevét. Egyébként Kadosnyikov, szakál. Tényleg? Ott a dupla 4. Ó, de örül neki. És ezzel megfordította a meccset Kadosnyikov, és bejut a döntőbe. Hát nagy lehetőség volt ez. Hát akkor folytatjuk a második elődöntővel. Ugye, hogyha a neveket nézzük, akkor ugye Anthony Allen az egyik nagyobb név, aki itt játszik, és ugye egy-egy után csatlakozunk be. Ismerős lehet tegnapról. Igen. 58. Ugyanígy elődöntőzött, és ugye volt is 8, azaz 8 darab meccsnyila Nick Fulwell ellen. 100. Ugye, nem tudtam most egy újabb kísérlet arra, hogy döntőbe kerüljön. Moreno Blom ellen. Oh, gyönyörű, de gyönyörű 180. Igen. A 20 éves a holland. 60. Váltás 19, aztán 17-esre 90 a dobás így. Már 116 ponton figyel. 58. Moreno, you require 116. 58. Aj, ez nagy hiba. Nagyon-nagyon mellé ment az. 40. 40 pont csak a dobás, 76 a maradék.
ott is azért 81-el nem tud kiszállóra lejönni, újabb 76 nyila van 76-ra. És a dupla 20, az fölötte van, maradt a 40. 162 ugye nem kiszálló, de viszont jó a lenti, 96-tal 66 a maradék. 40-et bedobja a második nyillal, fiatal holland, így 2-1-re vezet, tehát hozta a kezdését. 140-nel közelebb. Szép. 57-es közel a válasz. Ez se lassú meccs. Hát nagyon nem. Igen. 140 megint. Micsoda jó sorozat most előről Anthony ellennek. 180! Hú, de jó meccs eddig. Bizony, szépen fölkapaszkodott most Blom erre a partra. 85 pont Allentől, 136-ra megy le. 44. 136-os kiszálló az. Nem jött össze, és csak 90-re megy le, viszont Blom kerekíthetne egy nagyot. Igen, 96-tal kerekít. 124 marad, nézzük azt a 90-et, hogy oldja meg. Nem megy a 20-asra. 72 pontja van. Két dupla. Nem itt szokták megoldani. És ad lehetőséget így Blomnak arra, hogy dobjon kiszállóra. Tripla 18, az nincs meg. Mondhatni szerencséje, igen, szerencséje volt. 61-e maradék. És bedobja, és nagyon szép. Ilyenkor 20-asra szoktak kezdeni azért, hogyha az ellenfél kiszállón van, hiszen sima szektorokkal is kiszállóra fog tudni dobni a bullal. Második nyíl már tripla, 85 a első sorozata. Úgy de szép ez megint, 180! Rendesen megdobálja azokat a 180-akat, a triplákat. 100-as. Moreno Blom. Új. Az viszont már tripla. 85. Jó, olyan érzése van, mint hogyha holland egy kicsit kapkodna. 30 pont. Szeretnék én így kapkodni. A táblánál. Jó lenne. Lerakja magát 40-re, miközben 286-ra jön egy 100. Az az, ami még nem kiszálló. Dupla 20. Dupla 10. Dupla 5. Megoldja. 3-2-re vezet a holland. Most Anthony ellen következhet. Ott is van a sima, de tripla az nincsen, így 60 pont a kezdés. 60 pont a válasz. Százas jött, azért utolsó nyilván rá tudta húzni a triplát. 57-es a váltásra, 17-esre se jött a tripla. Na ez most jó, 140, igen, 201 maradt így. Szép, 134, 250-re megy le Blom. 58 a dobás, 143 maradt. Váltásra jött a tripla, 19. A 18-as is kell, itt 170-en maradt, nagyon jó számolás, nagyon szépen arra dobott, amire kellett. 66 pontja van a 17-essel. Zsolti tehetetlenül segített neki, 36-ra kerekített. 170-es kiszálló sajnos nem lesz, láthattuk volna egy big fish-t, azért az szép lett volna.
Game shot and the sixth leg. Anthony Allen. Seventh leg, it's Moreno to throw first. Csak egyenlített. Blom meg, mintha szeretne túlesni a elveszített legen, gyorsan el is kezdi. Zsoltinak esélye sincs kimondani a szokásos bevezető szövegeket. 140. Viszont most elkezdett látni, igen, nagyon kell szűkülni Anthony Allennek a dobása. Most már nem tud egy centinél arrébb dobni a triplától. Megint nagyon jó, borzasztóan jó. 140 megint, megint óriási kezdés. ...44-es. Megint ott a tripla. Az is benne. 180! 41 pontja van három kör után. 140, 140, 180. 9-32. Megoldja 11 nyíl. Gyönyörű. Egy csodálatos játék. Most ez egy nagy erős demonstráció volt a fiatal hollandnak. Öcsém, ezt nézd. Oda néz, most nagyon-nagyon-nagyon koncentráltan dob. Százas a kezdés, az igaz, de nagyon ott vannak a nyilak. De most már jön utána Blom is. Ugye Ellen a hatodik kiemeltje a versenynek, Blom pedig a tizedik, tehát ez is egy előkelő helyen kiemelt játékosok. Ez is százas. Csatája. 55 pont. Ó, nagyon jól dob most Ellen. 180! Újra igen, van. Három kör után. Jön a válasz. 140, 206-ra maradék. De hát zárkózni tudod, csak nincs kiszállón. 84 pontja van. Gyönyörű. 97-re, 24-re. Négy kör után. Igen, lehet 13 nyilas. Igen. 94 a vártás, jött a tripla 18. Itt nem maradtunk róla, de hát ez előfordul. 24. 13 nyíl. Ez gyönyörű volt. 12-13 nyíl. Szépen oda tette Anthony Allen, így egy 97,26-os átlaggal, és nem sokára folytatjuk az utánpótlási versennyel. Na és akkor érkezünk itt a Hungarian Darts Masters ifi lány kategóriájának döntőjével. Ami ugye tegnapi döntő ismétlődik meg megint. 43. Nagyon jó most a tripla 20-as, az megint átcsúszik. 80-as. Két orosz hölgy, tegnapról ismerős lehet már. 85. Szóval igen. Kovács Tamarát győzte le 5-0-ra az elődöntővel, míg Klosek Pimenovát, Elizaveta Pimenovát győzte le. Ugye itt is Zemcova vezet. Ugye a tegnapi versenyt itt Zemcova nyerte. 5-3-ra, így van, és nagyon szép helyen. Tud-e most valamit tenni honfitársa ellen. Százas minden esetre most odapakolt. Viszont jön a válasz. Gyönyörű, 213 a maradék így. Most kéne egy jó 180. Mondjuk hozzáteszem most ezért egy kicsit, hogyha Klocseknak ránézel az arcára, akkor egy kicsit azért más, mint amilyen tegnap volt. Igen. A klassziknak a döntőjébe sokkal elkeseredettebb arcot vágott végig. Látszott, hogy problémája van. ...161-re nem lesz már kiszálló, de... Rossz helyen van, igen, 138 pontja van, 118 a maradék. A 147 gyönyörű, viszont szép, jó tripla. 17-es kell. Az is jó, megvan. És a dupla 18!
Ez egy egyes lett, azt elkapkolt a fogja is, a fejéhez hozzá ért, hogy látszódott, hogy nem tetszik neki. De hát így is sajnos 35 pontja marad, az nagyon mellé ment. 50. Ja, látszik, hogy azért a pár játékos annyira nem tud odafigyelni, annyira a játékra összpontosít, hogy néha beállnak a kamera elé. Lenti nagyon nehéz így, általában ilyenkor figyelmeztetik el őket, de ugye, mivel hogy itt nincsen szünet, ezért ez sokkal nehezebb megtenni, mint ahogy most is ott áll bent. És meg a dupla Klaseknek, Zemcovának 16 pont lehet a 4-2, ez viszont így nem jó, ez csak sima kiszállós játékból működik. Dupla kiszállónál a dupla kell. Dupla 8. Dupla 8 még mindig, még rá kell tálnia így is egy picit. És besokal meg, hihetetlen, 48 pontot dobott. Dupla 8. Az is jó. 11-et dob. Melyikük tud magát sokkal jobban összerakni most, hogy ezt a duplával, ezt a duplát be tudja dobni, meg tudja fejezni ezt a leget. Klocseknak lenne rá a legnagyobb szüksége. Meg is oldja a sarokba. 3-3. Ugye 5 nyert legig játszódik, vagy fog majd tartani ez a mérkőzés. Jelen pillanatban ugye 3-3-nál állunk, tehát még a java most fog kezdődni, vagy most fog majd zajlani. Főleg hajra. Főleg, hogyha hasonló izgalmakat fogunk majd látni. Mint ahogy az előző parti duplázása volt. 140, de gyönyörűen szépen oda volt rakva ez. Egy válasz. Itt nagyon jön most a tripla. Csak most nem látjuk, hogy mit dob. Mert bennáll a kamera előtt a... Igen, a értem, látom. Folyamatosan. És senki nem szól neki. Ugye Zemcová az, aki mindig beáll. Mert lehet látni, hogy nagyon erről az oldalról néz. Pont innen, onnan hátulról mutatták, az előbb látszódott, hogy ezt a kamerát, ami pont veszi a... az teljesen letakarja. Most szerencsére nem állt belé. Egyébként, na, hogy azt gondoljuk, World Cup of Darts-on ugye ilegen volt az, aki állandóan beállt a kamera elé, és igen, folyamatosan figyelmeztetni kellett. Tehát annyira az apró termetű játékos annyira be volt sózva a meccsben, vagy annyira benne volt a meccsben, hogy nem bírt rá odafigyelni. Ott a tripla, Klosektől. 85-ös. Nagyon szépen már 136 ponton van lent. Szóval innen is jön egy tripla, százas. Az megint nagyon lecsúszott. Az előbb is volt, hogy kiszálló közben egy 12-esre kezdett. Jó, a váltás viszont. 74-e van. Azt meg nem számoltuk ki. Most meg eszébe jut, hogy rosszra dobott, és általában ilyenkor a befejezésnek a kárára szokott menni ez. Dupla 20 a 4-3-ért. Nagyon lecsúszott. Ó, az egy 15-ös ötpontja marad. Magának. 96-nál 5-ös a kezdés, az 51 sem 88 jön. Pontja van. És 28-ra viszont leteszi magát az utolsó nyillal. Ó, szektorhiba ezáltal, besokkal, dupla 14. Meg mindig a dupla. Ó, a dupla 11, 6 marad, igen, dupla 3. 6-5, egy jó vízilabda eredmény. Harmadik. Egyed után. Igen. Kis hölgy, az tényleg nem. De ott áll bent, és nem tudna, nem látod. Hogy miért nem szól senki neki oda. Áll állandóan, és így nem látjuk a táblán, hogy mi történik. De még eddig nem látunk, bedobja elsőre. Megoldja ezt. Ott vannak, és senki nem szól neki föl. Ilyenkor oda szoktak menni, és ott ül lent egyébként.
Itt látjuk baloldalt a hölgyet, meg az urat, ők a válogatottnak a két vezetője. 57-es az első kör. Nyolcvanegy. Jobban kezd Zemcova. És megint beállt. Nem tud mit csinálni. Majd most, ha levált, akkor nem fogunk tudni váltani. 140-et dobott, kedves volt. Igen. Hihetetlen, hogy egyszerűen tényleg dárcot meghazudtolva mindenki a bal oldalon áll. Átult. Még a vizes asztal is direkt azért van odarakva. Tényleg, nem volt szomjas. A szomjas lenne ott állna. Igen, igen. Ez hihetetlen, hogy ott áll kint. Még mindig, de az tegnapi meccsen nem volt ebből sok probléma, vagyis annyira nem volt, hogy nem vettük észre. 41 pont. Elintéző, csak az ő dobásait lehessen látni. Igen. Jó, gyönyörű. Jó tripla bizony. 83. Ott a tripla. 174-re ment le. Igaz, a búra kellett volna dobni az utolsó nyilat, de így is nagyon jó. És gyorsan megy, és be is áll a kamera elé, hogy nehogy igen, látni lehessen. Még rájöttek, hogy telit kell adni ezzel a alsóval. Nagyon nehéz ilyenkor a rendezőnek, meg az operatőröknek is bármit is kezdeni. Főleg úgy, hogy a rendszer föl van építve. Két kamerás, hátsó két kamerás, igen, vagy három kamerás rész, és mindegyik előtt állnak. 54. Egyet lehessen használni. Ó, az nagyon nem jó. 43, és a dupla 20. Hát, milyen fejet vágott. Új, és nagyon messze dobja. 93 az újabb győzelemért. 74. Az mellé ment. 54 a maradék. A 10 az egyenlítésért. Nézzük. És megint egy 15-ös dob. Ugyanoda dobja szinte. Dupla 2. Nem egy kettőre, nem már kerekíteni legalább, nem kell. Zemcova 14-es, megvan dupla 20-ra. Dupla 10. Dupla 5-öt hagy magának. Klasek. Nem tűnik túl magabiztosnak. Most már ugyanolyan mimikája van, mint tegnap. Látod? Most találja el, igen. Dupla 5 Zemcovának. Első fölötte. Második is. És a harmadikat dobja be. Ezzel nyer 5-3-ra. Nincsenek valami jóba. Most nem. Hát már kétszer megverté, de tegnap is kikapta. Igen. Persze. Hát van ilyen. Van ilyen, úgyhogy már várjuk, hogy kezdődjön most már az utánpótlás, fiúk döntője. Érkeznek is akkor a fiúk. Oké, okay, be is mondják, hogy igen, Szlovéniából, hanem Szlovákiából érkezett. Igen, erre szoktuk mondani, hogy nem mindegy, esett vagy ugrott, tudod, igen, nem mindegy. Igen, Matej Cserva, ugye, Cserha Szlovákiából jött, nem Szlovéniából, de megoldott ezt a kört és szólt gyorsan. Itt pedig érkezik Dobos Dávid, Szombathelyiek játékosa. A fiú döntőre, ugyanúgy 5 nyert
a játék. Ugye, a verseny kiemeltjei gyakorlatilag már elbúcsúztak szinte a legjobb 8 között, sőt az első kiemelt már a 16 között. Egyedül Balogh Dávid második kiemeltként tudott bejutni az elődöntőbe, de ott Dobos Dávid megverte 5-0-ra. És Dávidnak még volt egy győzelme Pazonyi Balázsának, itt láthattunk tegnap a döntőben, igen, 5-2-re nyert, és a 16 között pedig Sebestyén Bálintot búcsúztatta, illetve az első körben is volt meccse, Greksa Máté ellen 4-0-ra. Míg a szlovák játékos gyakorlatilag szintén az első körben a legjobb 32 között kezdett, Hirscher ellen, Julian Hirscher ellen, utána pedig a menetelését folytatta Zvonimir Ljubic ellen, 16 között, majd aztán érkezett Sebastian Bech, egy 5-1-es siker a 8 között, és az elődöntőben Borbély András tudta legyőzni 5-4-re. Ez egy szoros meccs lehetett, bizony. 4, igen. Váltásra 77-es a dobás. Benne van? Nem volt, de közel voltak, 59. Sverhától. 74. Sem egy lassú mérkőzés. 100-as. Dávidnál is jön a tripla, aztán egy sima, és egy 100-as folytatás. De szépen az első nyíl, a második is benne. 180! Parád és kerekítés 24-re. Nem is nagyon tud mit csinálni Dávid, csak lejönni kiszállóra. Leesett a kezéből az a nyíl. 60, de 116 az kiszálló. A 24 viszont még jobb kiszálló, és meg is oldja. És azonnal egy brékkel kezdett. Ugyanígy kezdett az előbb is. Csak most egy 20-as dobott rá. Dávidnál jó a kezd, igen, 100-as. Jöttven 8-as. És kéne folytatni ugyanilyen szépen. Tovább. 41. Egy lett sajnos, 58, mondjuk azért sofőrként figyelnem kell, hogy mit mondok. Az nagyon váltásra, igen, de az, ha megnézed, az első legben ugyanezeket a sorozatokat dobta, csak akkor nem váltott 2-1-es után 18-asra. Gyönyörű 140, és ugyanígy megint volt egy 1-es, és aztán... És ezek után pedig nagyon összerakta magát a szlovák játékos. De ez most nagyon-nagyon jó. De kár, de kár, igen, de így is 75, most nagy az előny. Megint oda pörköl egy 180-at? Majdnem. 140. Az jó, az 51. És a 21. Ez nagyon szép volt. Parád és kiszálló. Ez gyönyörű volt két nyíllal. És ezzel 1-1. Hasonlóan a tegnapi győzteshez, ugye Sepsi Ádámhoz, Dávid is folyamatosan a szombathelyek első osztályú férfi csapatában
játszik. Igen, 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 azért az nagyon sokat jelent, 140. Ez mindenképpen hozzájárul. De sokan játszanak a Szombathelyen. Hát ott nagyon sok fiatal játszik az első csapatban, igen. Borbé András. Ó, még azt nézem, hogy ő is itt volt-e. Más nem látok. 41 volt. 140 megint. 140. Nagyon összerakott, nagyon jó játék. Negyvenötös, most nem találja a triplát, szlovák fiú, 59 elmarad a 80. Megint jön váltásra a 19-ben, csak most lejátszott, csak nem jött utána a 10, igen. Na 80-at meg kéne oldani. Még egy 20-as, és a dupla 20. De kár érte, de még hát biztos van nyíl azért. Három biztos. Na most jön a két 115-ös, igen. És megoldja, a 10 viszont jön itt van hozzá a kezdését. És most... Verha is jól kezdi a leget, bizonyám, két tripla, 121-es. Dávidnál is jön a tripla. De jó meccset játszanak nagyon. Bizony. Egy-egyel csúszás van, de egyébként szenzációsan jól dobnak. 60. A lehetőség picit megugrani, ez nem sikerül. 15-es, igen, így 38-as. Pont, hogy egy kis hátrány alakult ki ebben a körben. Kérdés, hogy Sverha mit dob rá. Hát nem túl jót. Ettől függetlenül azért még van az előnye. Váltott megint. 18-asra sem jön a tripla. Most egy kicsit koncentráltabbnak kéne lenni. A 140. Szépen megy le kiszállóra a szlovák. 35 pont, eddig 55. Itt elúszni látszik ez a leg. Két köre biztos van a 138-ra. Hogy de szép, kell még egy. Ó, az nem jött. 62-je van. Így van. 56 maradt. Még egy tripla, úgy jó, hogy kiszállón van, 161-en, de most ehhez hibáznia kéne Matejnek, hogy rádobhasson. 16 dupla 20, dupla 10, nem találja el a kiszállót, 161 Dávidnak. Nem lesz kiszálló, nagyon leesett az első nyíl. 65-ös, na dupla 10. Dupla 10 még mindig. Harmadikkal megoldja, 2-2. Na most egy hasonló jó játékot, mint a második. Ugye a harmadik legben. Nagyon jó kezdés, 98. Százasra a válasz. Kemény meccset játszanak egyébként. Bizonyám. De 9 nem jött váltásra se a tripla. Jó, jó kanyilak most első. 180! Nagyon oda kell tennie Dávidnak magát, most kellene még egy tripla. 94. Próbált a 19-esen, de nem jött, igen. Nehéz, amikor két ilyen puskakezű játékos igen. Játszik és vált. 57. Most kéne egy tripla benne. Nagyon jó, le lehet menni ezért nagyon kár volt.
Kiszálló, de... Kiszálló, de igen, de hát mondjuk egy 54-jel, vagy még egy sima... Oda néz, a két tripla megvan, és a Bull! Oh, de szép próbálkozás volt. Igen. 43 maradt. Leesik az első nyila. Az benne, az nagyon szép. 95-tel, 72-re. Na nézzük azt a 43-at. Lesz-e sansza Dávidnak rádobni? Nem. Megoldja két nyillal. Matej Schwerhab 3-2-re vezet. Ez megint egy break leg volt így. Negyven kettes kezdés. Ez jó volt. Jön is a bíztatása nézőtérre a csapattársaktól. 60-as. Nagyon jó nyín, 100-as. Azonnal meg kell próbálni visszabrékelni. Főleg így, hogy ilyen rosszul nyit. 40. Igen, most nem is kellett volna foglalkozni vele, de így is nagyon szép. Állj, de kár azért a harmadik nyílért, de így is nagyon szép volt. Egyébként nem is kellett volna foglalkozni ezzel a kiszállóra kerekítéssel, mert nem baj az, ha ez beidegződés marad, hogy 380-nál. De gyönyörű szép volt az a két tripla. Az is jó. 140-nel 56 a maradék. Gyönyörű játék. Meg kell oldani ezt, szenzációs játék eddig ebben a legben. De egész végig nagyon erős meccset játszik a két fiú. És a dupla 20. Dupla 10. Állj! Lebontja dupla 5-ig. Van még lehetősége, sansza. Szép. Megoldja! Gyönyörű volt. Megint break leg. Folyamatosan lopkodják egymástól a legeket. Százas, nagyon jó kezdés. Most ezt kéne tartani tovább. Schwerha is dobja a triplát. Jó, ő 140-es. Nagyon jó. 140. Itt van Dávid előtt a lehetőség meglépni egy picit. Át, kár érte 45-ös. De még így is megvan az előny. Igen, csak fölzárkózás történt. Ezt nagyon kellett. 116-ra megy le. Ott a kiszálló. Váltani kell. Megint jön a 97. Igen, teljesen egyformán. 116. Nagyon jó. Az is, és a dupla 18. Ó, de pici múlott. 18 a maradék. Sima, tripla kell. Nem lesz belőle. 38 a dobás csak. 84 maradt. Aj, de az nagyon messze ment. Kicsit tartott ettől a dupla 9-től, lehet, hogy próbálta mindenképp kívülről fogni. 14-es, és a Bull. Bedobja! Pedig ott volt a sajnca Dávidnak. Igen, ez nagyon nem jött jól, simán. Ó, és ezt most feldolgozni. Az övé volt ez a leg. Abszolút. Abszolút Dávidnak állt ez a leg. Ezt nagyon sajnálom, mert ez az ő lege volt. Igen, és jól mondják a többiek. Csinálja tovább azt, amit eddig. Eddig ez nagyon jó volt. Nem szabad foglalkozni vele, hogy milyen lehetőség. 60-as.
tripla 5-be elmegy az első nyíl, az meg a 20-asba van. Oh, 135-ös. 300-ra megy le Sverha. Kicsit olyan ez, mint 43. Volt ugye Kadosnyikovnak is az a nagy hátránya. Ugye megy, nyilakat dobott el Fadejev ellen, és most lendületet kapott Sverha ettől az előző kiszállótól. Jó, hát mindenki doppingol egy bullos kiszálló. Ne, persze, persze. Ugye ez azt sajnáljuk csak, hogy ugye Domos Dávidnak nem sikerült. Jó. Ott volt pedig gyönyörűen meg 116-ra is rádobta ugye a dupla 18-at, de belül fogadta, aztán újabb három nyíl. És meg sajnos pont hátrányba került. Kidobott a 18-asba ugyan, de nem tud lejjebb jönni kiszálló közelébe. Itt viszont jön a kerekítés. Bizony jön. Oly, de szép, egyébként 16-ra lekerekít. Ezt most nagyon bravúrosan játsza ezt a leget. És itt vannak sajnos a meccs nyilai. Dupla 8. Az első mellette. A másodikat bedobja. És ezzel megnyeri a ifjúsági fiúk versenyét a szlovák fiú. És egy rövid szünet után érkezünk vissza a női döntővel majd. Hát akkor folytatjuk a női döntővel. És ugye... A két résztvevő ugye Elena Shulgina és Deta Hedman lesz majd a másik. Hú, már régen láttuk őt. Hú, de zavarba van szegény. Ugye Shulgina verte Ihász Veronikát 5-3-ra. Deta Hedman! Dita Hedman ezúttal ugye duplázásra készül, egy kis anyáskodó, jaj, de jó, hogy itt vagy kislányom. Ez, ahogy elnézem már most Shulgina beállását, az ilyen orosz specialitás lesz, az, hogyan álljunk be a kamera elé. De ő is oda áll? Hát az elsőre igen, de majd reméljük, hogy ezt orvosolja ezt a helyzetet. Szóval itt a Hölgyek Masters versenyén Dita Hedman próbálja a tegnapi teljesítményét megismételni, amikor is ugye végső Adri ellen tudott 5-0-ra nyerni, bár tegyük hozzá, hogy az eredmény egyáltalán nem tükrözte azt a mérkőzést, Adrinak rengeteg lehetősége volt legeket nyerni. Sajnos nem sikerült, de ő nem volt szomorú. Meglátjuk, hogy Shulgina milyen ellenállást tud majd kifejteni. Azok után, hogy valóban, ahogy mondtad, az elődöntőben Ihász Veronikát győzte le 5-3-ra, előtte Susan Smith volt az ellenfele, ott is egy 5-3-as siker volt, illetve a 16 között Natalia Alexandrovát, a honfitársát tudta legyőzni 4-0-ra, valamint Vanya Lokkent a 32 között szintén 4-0-t, elég meggyőzően menetelt Shulgina ide a döntőig. 6. kiemeltje volt egyébként a tornának Shulgina. Deta Hedman természetesen ugyanúgy első kiemelt, mint a klasszik versenyen volt. És Hedman Viktória Bikodorová ellen kezdte a menetelést 32 között, majd aztán Pop Noémi Angéla következett 4-1-es siker Hedmannél, majd utána következett Xenia Klosek. Ugye láttuk az IFIC-nél ugye döntőzött kétszer is, mind a kétszer kikapott Zemcovától. És utána jött Paula Jacqueline elleni mérkőzése. Ennek aztán van története rendesen. Hát így, igen. Hoppá. Gyönyörű. Egy 25-ös. És igen, ott áll oldalt. Tehát valószínűsíthetően ugyanez lesz.
Egyébként azért nem értem, mert nagyjából jobbról ugyanazt lehet látni, mint balról. Tehát, hogyha jó, másik irányba várjuk, áll, várjuk aki, meg, lehet, hogy csak véletlenül látod. Ugyanúgy látná a táblát, és nem, nem át véletlenül be fog odaállni, majd figyeld csak meg. Nagyon jó. Tripla. Első tripla, ugye a 60-ra az tripla átcsúszott 5. tripla 5-be. 76. hatos kezdés volt, azért ez kihetett a nyilat. Nyilat is, hogy... 5-ös, 1-es. Azért azt tudni kell, hogy a színpadi játéknak azért sokkal, de sokkal, azért szokni kell, sokkal, de sokkal hát nehezebb igen, lelkileg is. Igen, és látszódott már egyébként Sulginán, ahogy följött, hogy, Nagyon megilletődött. Meg van illetődve. Lehet, hogy azért volt az a kis arc simogatása, tehát mennek. Nyugtatgatta, nyugodj meg. Igen. Vagy azt gondoltad, na, meg most akkor szépen elpasolnak, tudod. De jó, hogy nem a fejét kopogtatta, mint a Benny Hillbe, tudod, az öreg kopasztal. De van haja az őnek, úgyhogy. 60-as. Egyébként azok után, hogy kialakult itt a döntő, ezen a versenyen az is biztossá vált, hogy a kelet-európai ranglistán megnyerhető kvalifikációs hely a 2022-es VDF világbajnokságra a hölgyeknél a Cseh Openen fog majd eldőlni, méghozzá Ihász Veronika és Végső Adrien között. Tehát azért ez egy kellemes teher a magyar versenyzőknek, a magyar lányoknak, hogy igazából az már szinte 100%, sőt tudomásom szerint 100%, hogy magyar hölgy tud kijutni majd a Lakeside-i világbajnokságra, a hölgyek versenyére, de hogy Veronika vagy Adrien, az majd Prágában fog eldőlni. A prágai az ráadásul egy gold rang besorolást kapott, tehát arany besorolást kapott, úgyhogy egy sokkal nagyobb pontozású 81-es közben, igen. Hát 43-as, 205 pontra megy le, kicsi előnye van, csak 9 pont előny hátsó pályán. Egy 5-ös és egy 20-as után kéne a tripla, meg is jön, 85-129 a maradék. Ugye itt nem tudom, hogy a lányoknál is emelt pénzdíjazás volt. Hogyne, igen. Emelt volt, méghozzá mindjárt, majd mindjárt kiszámolom, csak nincs ide rakva összesítve, de... Oda nézd, gyönyörű két darab tripla 20-as. Aj, de szép, nem ment bele a tripla 15-be, de így is a 135-tel 70 pontra jön le. 19-esre kéne kezdeni. Jajaj, ez egy nagy hiba, és bocs, de 129-re nem kezdünk fönt. Jaha. Nézd meg, a defenben is kiállászott már. Mi van itt? Ez egy biztos kiszállót jelenthet nála. És a dupla 4. Nem dobja be. 82-re jön. De mint látom, ezt is 20-asra fogja kezdeni. Igen, 20-a. Nem, most Burra kezdte, 57 pontja van. 55 pontja marad a kettessel, és 36-ra kerekített 19-essel. Dupla 4-es. Bedobja elsőnyira, igen. De 1-0-ra vezet, lebrékeli Sulginát. $840,000 özdíjazású ez a női verseny egyébként. Az első helyezett $280,000 nyer, a második $140,000. A dobogósok kaptak $70,000, az ötödikek $35,000, míg a kilencedik helyen végzettek $17,500. 100-as. Válasz a 85-re.
Nagyon jó első nyíl. Sokkal összeszedettebben játszik most Data Headman, mint tegnap a döntőben 8, még akkor is, hogyha ez 81-es. De ott, és ezért sajnáltuk nagyon tegnap is, hogy Adri sokkal, de sokkal magabiztosabban fogyasztotta a pontokat, dobta a tömeget, igen, mint Data Headman, csak a fránya dupláknak köszönhetően nem bírta befejezni a legeket. Lehet, azt nem mondjuk, hogy nyerhetett volna Adri, de hogy sokkal szorosabb meccset játszott volna, mert nem tudhatjuk, hogy Data Headman sikerült volna fölzárkóznia. 140-es, 195-re megy le. Ez most nagyon jó helyen van. Az is bizony. 140 válaszol vissza azonnal. Ó, de jó játszik most Data Headman. Az is benne, oda néz. 75-re, tripla 17-es. Ó, de gyönyörű, 58 a maradék ezzel a 17-essel. Nem, már csak triplával lehet súgni, nem a 201-es semmiképp sem. 26 a dobás, most nagyon megragadt. 58 a Data Headman. Hoppá, tripla, dupla, 2. 4 pontja van. Még mindig dupla, 2. Megoldja! Gyönyörű, 2-0-ra vezet. Súgina kezdi a harmadik leget. Hatvannal. És azért kezd egy picit magabiztosabbá válni talán. Igen, igen, egy kicsivel. Azért sokkal jobb sorozatokat dob. Csak hát amikor Data Headman magabiztosan játszik, 66. Azt nagyon kiemelte, de megvan a szektor. 60. Ott a tripla 20-as Headmannek. Meg még, egy tripla. 180! Gyönyörűen fogyasztja a pontokat. Már is lent van 255-ön, most egy picit. 30 pont. Hibázik is az orosz. Nem sok minden van mondjuk az arcára írva. Hát nem. Sulginának. Pont. Kéne valami jó sorozat az orosztól. Megint 26. Most nagyon rossz köröket, igen, most dob. Látszik. Jó, hogy megdicsértem, hogy mennyire biztosabban dob szektor, de most speciál ezt elvesztette ezt a dolgot, ezt a fonalat. Igen. 85-ös. Csak 2-80-ig. 115-re. Itt a Headman. Eddig a dobás. 99-re lemegy 16-ra. Ez is 220-as. 60 pont. Szépen egy helyen vannak a nyilak.
dupla négy. Még mindig a dupla négy, kell a dupla négy. Ó, belül van egy körre legalább. Persze, biztosan. Ez 220 nem kiszálló, ugye. Ez egy ötös kezdés. Nem jön tripla, nem lesz kiszálló. Igen. Annyira látszódott rajta, hát hogy... Azért mondtam, hogy nem lesz tripla, igen. Akkor nem lesz kiszálló. Mert igen, igen. Azt azért nem van, az mikor 129 után ez... Igen. Nem tart abba az állapotba valószínűleg a dárc karrierjébe, hogy még ezeket a számolásokat megoldja közben, de tehát már 3-0-ra vezet, és a negyedik legető fogja kezdeni. Valami miatt ki kellett szólni. Igen, ott ment hátul valami. Ugye beszéltünk már róla, hogy megvolt a története a elődöntőben a Paula Jacqueline elleni mérkőzésnek. Hát, ja, arra nem beszéltünk, csak mondtuk, hogy igen, volt egy kis incidens. Igen, ugye beszéltünk Zsolti, hogy mi történt, mert csak annyit láttunk, hogy történések voltak az elődöntő alatt a hölgyeknél, és akkor kiderült, hogy Paula Jacqueline 4-2-re vezetett Detta Headman-en az elődöntőben, és ugye Des Jacqueline a férje Paula Jacqueline-nek egyébként. Elnézést, hogy ezt mondom, de ennek a házaspárnak köszönhető, hogy a BDO tönkre ment gyakorlatilag. Igen. A nullára, de ettől függetlenül nagyon lelkesen járnak még ide versenyekre, ahogy nézem. Szóval a lényeg az, hogy Des Jacqueline akkor kezdett el mindig bekiabálni az elődöntőben, amikor Detta Headman dobott, és egy ideig tűrte ezt Detta, aztán utána szólt, hogy ezt be lehetne fejezni ezt a dolgot, úgyhogy ebből lett egy kisebb összeszólalkozás. És aztán Headman megnyerte 5-4-re az elődöntőt egyébként, úgyhogy úgy látszik, hogy ez a kis intermezzo inkább Paulát zavarta meg. Jó, de hát hogy tudjuk, hogy tud viselkedni a táblák előtt. Tehát sajnos ismerjük, igen. Nem a Advance a... Nem egy úri hölgy, maradjunk annyira. Olyankor, hát nem. Igazából. Vannak azért, van egy-két olyan történet, amit soha nem fogunk elfelejteni természetesen. Haragudni már nem haragszunk, csak sose fogjuk elfelejteni. Ja, amikor lögdöste. Nem, jó, persze. Vivit igen. Visszafele jövetelnél, igen. Hát igen, az ki Németországban. Direkt lett szólva Cipovinek, hogy te várd meg, míg visszajön, és akkor, mert mindig neked megy. És akkor a Vivi megvárta, míg visszajön, és akkor visszalépett egyet, és úgy ment neki. Tehát egyszerűen éjjeltetlen volt. A tárcban egyébként vannak ilyen apró fortéjok. Á, ez csak 15-ös. Viszont nem jönnek a fortéjok, hanem csak az ötösök. Nem. Azzal meg nem sok esélye lesz Detta Headman ellen. Van egy ismerősöm, aki sok ötös szokott dobni. Igen, nekem is. Gyönyörű, 62. Gondolsz, nem, rád. Ja. A francba. Az egy sima 10-es? Elterelni, igen. 52, 40 a maradék, gyönyörű. 79-et dobott. Nagyon magasan fönt van még. Hát és Jorgina, igen. Igen. Ez most már tényleg kezd ismerős lenni. De látszik, hogy ilyenkor nagyon megszenvednek vele a játékosok. Minden próbál javítani, és nem tudja, hogy mi a baj. Nem, nem, most ő is azt hitte, hogy benne van. Igen. Dupla. De most viszont tényleg megoldva ez a bizonyos leg. 4-0-ra vezet Detta Headman, és közel a duplázás, és neki is nagyon fontos pontok egyébként, hiszen ugye ez most már egy magasabb kategóriájú verseny, mint a tegnapi, és az is nagyon jól jött neki, de ez aztán meg pláne. Most nem bírt olyan erősen kezdeni, mint ellenfele. Természetesen ilyenkor az ember mindig szeretné, hogy ne legyen nullázás, és hogy egy leget be tudjon húzni. Meg egy izgalmasabb, igen, mérkőzés legyen, de ehhez az kell, hogy az orosz hölgy is rátegyen egy lapáttal. Fölötte.
ha jól látom, és 60 pont itt a Headmantől. Egyvárhármas. Sima 20-as, kell a tripla. Ó, oh, 22. Most ebben a legben nincs túl nagy játék, főleg így. Ma, most jött egy 85-ös, aki jó nagy előnyt tudott kicsikarni magának. Százas, azonnal zárkózott egy picit. Most ugye 19-esre kéne kezdeni. Már teljesen mindegy, de megint, nézd meg, ott van mind a kettő azon a, látod? Egy igen. Milliméterre benne igen, a triplába. 140, egy picit arrébb megy, igen. Majdnem 140. Majdnem. Igen. Kettő. Kell a tripla, egy darab kellene mindenféleképp, de tehet mennek, kellene egy darab, 60 pont. És hát ugye el lehet azt képzelni, hogy az milyen pici hiba a kéz mozdulatban, ami egy két és fél, közel 2,5 méterrel arrébb 1 milliméteres hibát okoz. Igen. Érkezik a bíztatás jobb szélről. Lehetett látni egy pillanatra. Oh, ez most nagyon egybe ott összerakva nyilak. 100-as, 104 a maradék. 123-19-es kezdés. Most is 20-asra fog kezdeni, kíváncsi 20-asra vagyok. 20-asra fog, igen. 20-asra kezd. De most és bedobja a triplát. De most nem tudja, mennyie van. Na most és rádob a búlra? És a búl. Rá. 38 a maradt. Dita Headmannek. Még mindig a tripla 18 a játék. 86 pontja van. 68-a van, nincsen benne. 48 a maradék 56-tal, 38-ra. Shulginának kellene az. Hoppá, 9-esbe beledobta. Aj, az egy hetes! Túlemelte, és még oldalra is elment. Most volt az első olyan reakciója, amikor láthattuk valami érzelmet rajta. Igen. Ugye az elején, hogy csak a megilletődésen kívül. 16, megvan is a 32, bedobja elsőre, és ezzel itt a Headman duplázik ezen a hétvégén, és megnyeri a Masters versenyét is, értékes pontokhoz jutva ezzel a világranglistán. Fú, de szegény. Hát elkeseredett egy picit az orosz hölgy, de azért visszajön. Second place, it's not a bad result. What do you think about this day? I think that is my great fortune, because I never take the first place in the Europe, on the Open Tournament. So, thank you. Az nagyon boldog ezzel az eredmények, sose nyert versenyt. És végre valaki, amelyik beszél angolul közülük. Elena Shulgina, thank you very much. Dita. 2 days, 2 victories. But Headman pedig nagyon boldog talán. The semifinal of today was really hard for you. Hát az elődöntő nagyon kemény volt. You don't really want me to comment on that. I always believe in fair play. Mindig a fair játékban bíztam, a tiszta játékban. Play, nem kaptam. I don't agree with anyone playing darts and not being able to play fair. You know, I just think you should go up there, play your darts, let your darts do the talking, and then that's it. Don't be heckled by people, because it's not fair. Igen, tehát itt ugye az, amiről beszéltünk, most hogy akkor beszélt Jacqueline. One is not good enough to win on the day, they're not good enough to win on the day. And that's it.
Nem akarja ezt tovább ragozni, talán a fair játékot. Várja el. Hogy érzi magát az újabb 5-0-ás siker után? Nem úgy játszott, mint egész nap. Igen, nagyon jól játszott egész nap. Jó, de most itt nem. Először játszott színpadon. Látni fogjátok majd őt még játszani, mert nagyon jó, úgyhogy... No, hát, Tetra Hedman győzelmével zárult, és akkor egy rövid szünet után érkezünk vissza a férfi döntővel. És akkor megint érkeznek a, ugye a férfi döntő résztvevői, és ezúttal is egy orosz versenyző, mint a hölgyeknél, Alexej Kadocsnyikov érkezik elsőként. Nagyon aztán jön majd Anthony Allen. És ugye nagyon fontos dolog, hogy a Hungarian Darts Open, Darts Weekend utolsó mérkőzését láthatjuk, ugye 2021-ből, hiszen a vasárnapi nap utolsó döntője ez, a férfi döntő. Reménykedjünk benne, hogy egy hasonló, hasonló bevonulás. Igen, itt nagyon jó bevonulás van. Jól érzik magukat, igen. Egy jó színvonalas és izgalmas mérkőzést láthatunk majd. És akkor... Ugyanúgy 6 nyert, ugye az a döntő is, mint a tegnapi férfi döntő. Ezúttal már Anthony Allennek sikerült bejutni a döntőbe. Ahogy arról már korábban is ugye végig szaladtunk rajta nagyjából, hogy ki hogyan jutott be. De azért a legjobb 16-tól újra érdemes fel eleveníteni. Ugye Szalai Balázs elenyet 5-3-ra Kadocsnyikov, aztán utána Nick Fulveld búcsúztatta a legjobb 8 között a verseny első kiemeltjét, 5-4-re nyert Alexej, és aztán utána ugye Kirill Fadejevet verte meg meccsnyilakról, egy hatalmas feltámadással, míg Anthony Allen, aki a meccset is kezdi a döntőben, John O'Shea ellen nyert 5-4-re, a legjobb 16 között majd Kovács Patrik ellen szintén 5-4-re, a legjobb 8 között, és utána Moreno Blomot győzte le 5-3-ra, ott is egy iszonyatos nagy forma javulásnak köszönhetően a meccs második felében. És akkor egy százassal kezdett Anthony Allen. 50 a dobás Kadocsnyikovtól. 140-es. 140 bizony. Szép, 135. Na, eddig jó kezdődik. Jó meccs eddig. Reméljük végig ilyen lesz. Oda nézd, de szép. 180! Három kör után 81 ponton. Anthony Allen, azért ez egy nagyon jó játék eddig. És amint látjuk, Kadocsnyikov is rendesen zárkózik egy százassal, az igaz. Meg az is, hogy nincs kiszállón. És a 20-assal 32-je marad. Igen, érdekes, hogy az orosz, annak a dobó kezén van a karlánca. Az nem, ezen mindig csodálkoztam, hogy van, akit nem igen. Zavar ez. Martin Adams is hasonló. Igen, hogy rengeteg gyűrű, de nem tudom, lehet, hogy karlánca is van, nem tudom. De régen a izés dobott. Bobby George-nak volt rengeteg ilyen lánca. De dobott így Mervyn King is régen. Mervyn King is, igen. De attól még csodálkozom rajta, Kevin hogy nem Painter, zavarja. Kevin Painternek volt még ott. Lehet. Egyszer itt van fönn a csuklóján, egyszer az alkarján igen, csuklóján. Igen, azért mondom, igen. Hogy nem tűnik föl nekik, vagy nem zavarja őket.
Hát és egy Bull Kadosnyikovtól nem sikerül. Ó, azt hitték, hogy benne van, közben kapta a kiabálást. Ellen most már sokadik nyilat megjel, de igen, behúzza az első leget. Ott van. Az egyéb közvetítéseken elég sokat szoktunk a táblával kapcsolatos kérdéseket kapni. Hát most lehet látni egy példát arra, hogy ez a Vanéti tábla, ez bizony igen jól bírja, mert konkrétan ugyanarra a szektorra megy az összes döntő. Igen. Egyébként nem mondom, hogy jó állapotban van már, de azért még úgy nem. 140-es, nem olyan nagyon volt. Kifogásolható, úgyhogy egészen jól bírja a terhelést ez a tábla. Ez egy jó referencia a gyártónak, az hát biztos. Hát jönne a Vitlók, és akkor megoldaná ezt a pillanatot. Az lehet, igen. Igen. Megvan, 92. Bizony. Ez most nagyon szépen megtolja ezt a leget Kadosnyikov. 81-el Anthony Ellen. Ott a tripla. Nagyon szép, és a 57, a leváltás 89-nél, megvan az 177-tel 32-re. Gyönyörű, bizony. Parádés játék. 300 fölött volt. Ez az igazság, hogy Boris Kolcov elkezdheti fölkötni a gatyáját, mert egyre több jó orosz játékos hát érkezik, igen, a férfiaknál is. Saját sorozatuk van, azt ne felejtsük el a profi dárcosok irányába. És be is dobja a Kadosnyikov. És ott is gondolom, hogy fejlődnek fel a játékosok. Ahogy lehet látni, az utánpótlásban is komoly erőket mozgatnak meg az oroszoknál. Bár ez egyelőre még csak a főleg a lányvonalon látszódik, de az mindig erős volt, mindig erős volt, ez igaz. Ők többször nyertek, de ne felejtsük el Dobromislova féle. Azért hát ő ilyen nagy motiváció, igen lehet, nagyon nagy motiváció szállt. Lehet pontosan. Tehát ő már nem ér Olaszországba, ugye azt tudjuk. Hát nem, Tony Martin. De itt is volt, nem? Igen. Ha jól tudom, ő a férje, de... Igen. Igen, ő itt volt a versenyen, csak... Nem ért el olyan eredményt, hogy most láthassuk képernyőn. Igen, Tony Martin, igen, Francesco Rassinitől kapott ki, aki a második kiemeltje volt a tornának egyébként, és a 64 között, úgyhogy azért nem tudott följebbe kerülni. Az ott már tripla, 95-ös. Oda jó meccset játszanak, nagyon jó meccset játszanak. Egy százas. Ment. Az meg fölé. Olyan, hogy szokta Laci ezt mondani? Tessék? A fölötte az veréb, alatta az denevér. Ez most mi? Ez benne. Ez egy tripla 20-as volt. Igen. 32-re kerekített 96-tal. Mert nagyon nagy előnye van, úgyhogy biztos le fog tudni dobni. Nincsen kiszállón. 55-tel 170, az már kiszálló. Gyönyörű, első nyíra megdobja. 2-1-re vezet Anthony Ellen. Ugye, ha már a hölgyeknél beszéltünk róla, akkor az uraknál is Ildomos 1.960.000 forint összdíjazása volt a férfi egyéni versenynek a Hungarian Masters-en. 560.000 forint az első hely, 280.000 a második hely, és még a 17-ek is kaptak 17.500 forintot. Úgyhogy a hölgyek 840.000-ével együtt így jön ki a 2.800.000-es összdíjazás a Masters-re.
Az nagyon szép benne, 95-ös. Ott a tripla 19. Ki kell állnia, és bedobja a tripla 137-es. 124 a maradék így. Nagyon erős leget játszanak most, ott is jön a tripla, 2 és 134. Nincs kiszálló, de igen, érkezik azért. Nem kellett volna kezdeni. Ugye, mert hogyha két tripla 19-es, akkor még... Igen, ugye, akkor még megoldható. Lett volna. Nagy hiba volt ez most. Most így még szerencséje van, 74 a maradék, 172-ről. Ez nagyobb hiba, valami a szemébe ment, láthatóan. Tehát a szempilla lehet. Reméljük nem köpőcsövezetség. Hát az csak nem. Meg ráadásul volt visszapattad a falról, hogy honnan. Van a lelkes orosz úriember. Nagyon jó, hogy ilyen sokan voltak. És a dupla ti... Bedobja! 2-2. Ó, ez kipattant. Üdítő tud lenni egy ilyen kezdés. Jött a végén a tripla 19. Ott van pont. Na jön a tripla Kadosnyikov. Á, nem. Ó, most egy gyengébb körök. Anthony Allen nem tudja igazán kihasználni a kezdését ebben a legben. Sőt, most egy jó körre akár nagyobb hátrányba is kerül, de nem jön a tripla. Ott a tripla a végére lennek. Meg egy szektorhiba, de jön a tripla korrigálásból. 85. Hatvanas. 515-re megy le. Most megint nagyon nem tudja maga javára fordítani a kezdésből való előnyét. Főleg így nem. Gyönyörű váltás. 81 pontja van. Tripla 19 kellene, vagy... Ne. 127-es. Ugye 74 a maradék. Na. 140-nel kis nyomást helyez rá Ellen. 75, igen. Az előbb ezt megoldotta, csak nem így. 41-9, jó, dupla 16. Ez nincs meg. Újra előnybe kerülhet Anthony Allen. Az és a dupla 20. Bedobja! Bizony, 3-2-re vezet. Anthony Allen. Most a terem másik fele hangosabb egy fokkal. A két tábor nagyjából. Jobbra, illetve balra. Már amennyiben 3-4 ember tábornak lehet nevezni. Vannak olyan foci csapatok, ahol ez így szokott lenni. Aha. Nem rátok gondoltam. Nagyon remélem. Sima.
Látod, hogy dörzsögett az ujjai, biztos igen. Kicsúszott neki. A kezéből a nyíl. 60. És nem jön a tripla. Tenton ellennek van nagy lehetősége előnyt kiharcolni. 100-an. Meg is csinálja. 80 pont előnye van a két kör után. Ellennek. Most Kadosnyikov egy kicsit kapaszkodhat. 100-as, és gyorsan próbálja összerakni magát. Fontos lenne, mert ugye most az ő kezdését játsszák. 77-es. Na, két triplával lehet lemenni kiszállóra. Az egyik megvan. Na, második itt csak nem tripla egyesre gondoltam. Na, hogy örültek a tripla egynek? Igen, igen. Hú, de szép játék! 125-ös, 99. Igen, ez egy kicsit szerencsétlen dolog, mert ugye 99 az biztos háromnyilas kiszálló. Így van. Míg a 102 nyillal is megoldható lett volna. 85. 119 ugyanolyan. Szép. 16. Megoldja a 99-et! Így 2-re vezet Anthony ellen, és egy elődöntős hely után akár egy tornagyőzelemmel is hazatérhet, ami komoly pontokat jelenthet a világranglistának. Ó, de szép most azért szép. Érzi, hogy azonnal vissza kell brékelni. Kadosnyikov érzi, hogy most mindent oda kell tennie, vagy elúszik a mérkőzés. Ne felejtsük el, ugye ez 6 győztes legig tart. Tehát még bőségesen van ideje fordítani az orosznak, de sokkal magasabb szintű játékra van szüksége, és ezt most hozza is. Ó, ez most nagyon nagy játék. Ott van a válasz viszont. És 60-as. Ellen ki is áll egy kicsit, hogy megvárja, míg lenyugszanak a kedélyek a nézőtéren. 60-as. 164 pontra Kalasnyikov. Nincs meg az 54, így már nincs kiszállója. Hú, 39 pont. Gyönyörű 97-tel megy le, Anthony ellen 60-ra. Akár meg lehet az ötödik leg is Anthony ellennek. Vagy meg kell oldani ezt a 125-öt. De még a 125 itt van, igen. A 25 eddig megvan. Jó, tripla 20. Az nincs meg. Ó, azt is kihagyta, hogy duplára kerekítsen duplával, úgyhogy 80 pontja marad. Ott a sima 20-as megvan. És a dupla 20 az 5-2-höz. Dupla 10. Ó, és belülről fogja meg. De nincs benne, így marad a 10 pont. Kadosnyikov visszakapja a lehetőséget, hogy 4-3-ra szépítsen. Igen, bizony. Megvan a sima, és a dupla 20-ra egy nyíl. Fölé dobja. Dupla 5-tel 5-2-re vezethet Anthony ellen. Micsoda kiszálló csata, hihetetlen. És be is dobja elsőre. 5-2. Egyetlen egy legre van szüksége ahhoz, hogy megnyerje a Hungarian Darts Masters-t. Váltása jön a 2 és 128. Gyönyörű.
most lehet, hogy Ellen ezt a leget el fogja egy kicsit engedni, mert nagyon megindult az orosznak a keze is kezdésből. Ezt nehéz behozni. De mégsem. Hoppá, oda de mégsem. Ó, 180! Csak 46 volt. Dősen össze is csapta tenyerét erre. Az szép. 48 a végére. Százos. Zárkózik Anthony Ellen, és ha nem Száki 128-ról Kadosnyikov, akkor dobhat a 115-re a meccsét. Hoppá, nagyon szép pedig. Az is szép. Dupla 10. Ó, és nem Száki. 10 pontja maradt. Gyönyörű volt pedig. És itt a 115. A győzelemért 20-asra kezd. Így is jó. Nem jön a tripla, így nincs kiszálló. 76 pontja van. 56 a maradék 59-el. Végig érezni egyébként, hogy Kadosnyikov ott van. És mindig bedobja. Történik egy pici, amit hibázik, de most meg tudja csinálni. Ezzel hozza a kezdését. De most Anthony Ellen kezdhet a győzelemért. Igazság szerint ez sokkal fontosabb neki, mint mondjuk az előző, mondjuk 115-nek is. Ó, jól is kezd, igen. 140. Jön a tripla az orosznak is. 99. Ó, ez mellé ment nagyon. Csak 41. Anthony Ellentől. Kadosnyikovnak itt a lehetőség. Jól is kezdi a leget. Zonyám! 134! Neki jött a két tripla. Igen. Hoppá, ez nem fér bele ilyenkor. 85-85. Egy hátrányba kerülhet bizony. Le tud jönni kiszállóra. Na, ő viszont már 92 egy nem. Kicsit, de így. Igen. 170-re kerekít, ott az, ugye jól lehet egy így befejezni egy mérkőzést, hogy 170-en 100 ki. Megnyerni itt egy tornát. Jön egy, ó, 108-ra teszi le magát. 64, igen. 170 érkezik, de nem érkezik. Nem lesz kiszálló, és kipattan a nyila is. Jó fönnmarad, 130-a marad. Babyfish, még lehajolni is le kell érte. És a megoldja a dupla négyet. Rádobálta utána a nyilait? Azt néztem én is. Ez egyébként... Szerintem nem látta a Zsolti valószínűleg. Gondolom. Ugye tilos ilyenkor rádobni a még kézben lévő nyilat. Hiába mondta ki a játékvezető, hogy vége a legnek. A figyelmeztetni legalább kellett volna. Igen. Mérte. Bá, csúszik az egyesbe, de így is 121. Jól korrigálta. Jó helyen van nagyon. Meg az is. Kettő is. 180! Az igen. Ó, de egyre izgalmasabb ez a mérkőzés. Százas.
Kadosnyikov tudja-e hozni a leget és egyenlíteni, elvinni döntőlegre a meccset. Nagy feltámadás lenne, az biztos. Az biztos. 5-2-re vezetett 98 ellen, és lehet, hogy az egyenlítés. A tripla ott van, megérkezett, százas. Alexei, you require 78. 78 tripla, 18-asra kell kezdeni, a sima is jó. Sima 20, dupla 20. Oh, egyes és a 19-es. A legfontosabb időszakban, most egy 19-es kell, az megvan, marad a 40. A 118-at megdobja, akkor megvan a mérkőzés. Anthony Allennek. Eddig jó. Tripla jó. A sima is. Benne van, és az fölé dobja. Ott volt a meccsnyíl. Ú, de épp, hogy ott volt az a 18-as, az majdnem 4-es lett. Bizony. És a dupla 20. Fölötte, de jelölön nyílnak. Jó lesz. Megdobja 5-5. Ki gondolta volna ezt Anthony Allen 5-2-es vezetésre, kivéve ezt az igen hangos urat. Valószínűleg ő bízott benne még akkor is. És Anthony Allen fogja kezdeni a 11. döntőleget. Ugye itt nem kell kettővel nyerni, egyel kell. Százas kezdés, nem rossz. Ha csak nem jön egy két triplás kör. Hatvan. Tripla egy. 43 pont csak. Meg milyen jó, hogy tanultunk oroszul, és értjük a felét, amit kiabálnak hátul. Ott a tripla, az egyesbe is tripla, de gyönyörű a leváltás, és 120-szal megy Kadosnyikov. Nem tudom, mi volt a tárgya a pacsinak, de... De egy 140-et azért oda pakolt Anthony Allen. Te nagyon jó döntőleget játszanak. Bizony. 180! Azt a mindegy, lemegy 141-re. Kadosnyikov. És ez nagyon nagy hiba, mert kérdezik, és 26-on dob mindössze Anthony Allen. Belekerülhet a meccsébe. 6 nyila van 141-re Kadosnyikovnak. Nincs meg a 17-esen a tripla. Az viszont jó. Az jó, és akkor 64-e van, ha jól számolom. Jó. És 48-at hagy magának, és ez a legrosszabb egyébként Anthony Allen számára, mert nincs mit tenni, kerekíteni tud csak, és majd aztán várni, hogy hát ha hibázik az orosz. De hát a kerekítésnek is olyannak kéne ám lennie. Na egy 82 például, az nem rossz. Igaz, így is 110 maradt, és 48-ra Alexei Kadosnyikov 2-5-ös hátrányból. Megvan a 16, és a dupla 16. Mellette még. Nem dobja be. Még itt van a lehetőség 110-re. Mindegy, tripla kell. Az biztos. Á, 89 nincsen. Pontja van. Igen. Ekkorát sóhajtott. Igen. 70-et hagy magának. Na nézzük, hogy az orosz megoldja a 32-t. 16-os. Megoldja! 8-at bedobja, és ezzel 2-5-ös hátrányból 6-5-re megnyeri a döntőt Alexei Kadosnyikov. És a 6. Hungarian Darts Masters győztese lesz. Mindjárt meglátjuk, hogy mit szól ehhez, legalábbis remélem. Shaggy. Third place yesterday, second place today. But
Tegnap harmadik, ma második, nincs több. Nincs több verseny, úgyhogy nem tud előrébb lépni, de... All the best and congratulations to Mark. That's all I can say. Superb, mate. Well done. Gratulált az ellenfélnek, nagyon szépen játszott. Na nézzük Alexeyt. Спасибо всем огромное, кто за меня болел. Спасибо. Мы команда. Köszönöm a vezetőinknek, gondolom ez, lehet, hogy ezt a hölgyet ismerjük jobb oldalon, ő régóta az orosz csapat vezetője. Na hát mi meg köszönjük a figyelmet a kedves nézőknek ezen a két napon, hogy a magyar verseny Hungarian Darts Open-en velünk tartottak, és várunk vissza mindenkit a Grand Slam of Darts közvetítéssel november 13-tól. Délután ne felejtsék, szép estét, viszlát!